Halló, halló, sziasztok! Szebb napot minden magyarnak, határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ki is alkotassatok saját véleményeket. Ne feledjétek, a lényeget jót kell venni pirosban, ebből a zöldet magasba. Azt mondja, hogy kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljátok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjönnek, ajánlom, hogy olvass el a videók alatt a leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Többek között azt is, hogy kezdőknek kriptora, befektetőknek bitcoin hírek, kereskedőknek kriptofólió Hungary. És akkor nézzük is, akkor a bitcoin még tartja magát, viszont altcoin olyan altcoin mészárlás volt, majd minden altcoin beszakadt. Mindenki megijedt, azt mondja, hogy nagyon majd a főcímnél mutatom itt a sztorit, egy kis bevezetőnek. Az amerikaiak 70%-a már legalább 100 évig akar élni. És igen, úgy tekintenek rá, mint egy új fejezet a nyugdíj után, új fejezet az életükben. Habár mondják, hogy ebből a szempontból kritikus, hogy a pénzügyeket már előre el kell tervezni, vagy meg kell tervezni, hogy hogy lesznek a pénzügyei az embernek, hogyha 100 éves koráig akar élni, pedig már az a tendencia egyre inkább. Na jó, csapjunk is a lecsóba, a komolyabb hírek azt mondja, hogy világgazdasági és kriptohírek. Euronews-ról, hát egy dolgot emelek innen ki, infláció, negyedéves csúcson van az infláció, Németország, meg mindenhol, meg ilyen negyedéves, ez miért negyedéves? Ja, 40 éves, azért mondom, 40 éves kéne írni, 40 évest is írtak, csak félreolvastam. 40 éves csúcson az infláció, Németország, hát meg mindenhol a világon, úgyhogy nézzük is, miket mondanak, végén nagy igazság van. Sorra dőlnek az inflációs rekordok az Európai Unió tagállamaiban. A közösség legnagyobb gazdasága Németország szerdán jelentette be az áprilisi értéket, ami az elmúlt 40 év legmagasabbja, 7,4%. Romániában szintén új adatokat közöltek, ezek szerint az éves inflációs ráta 13,8% volt áprilisban. Hollandiában a 10%-ot közelíti az áremelkedés mértéke, a balti államokban pedig ennél is rosszabb a helyzet. Észtországban 19%-on áll az infláció. A Baltikumhoz hasonlóan a legtöbb uniós országban elsősorban az energiaárak növekedése hajtja az inflációt. Németországban például 33%-os árnövekedés volt az energiaszektorban tavaly áprilishoz képest. Magyarországon a hatósági árak miatt más a helyzet, az energiapiac válságából a lakosság semmit sem érzékel. Az infláció azonban ennek ellenére is magas, áprilisban 9,5%-os volt. Az élelmiszerárak Németországban 8, Romániában 13,5%-kal emelkedtek áprilisban, Magyarországon pedig 15,5%-kal. A GKI Kutatóintézet szerdai jelentése szerint ráadásul az emberek a hivatalos statisztikánál sokkal magasabb, 22%-os drágulást érzékelnek a boltokban. Hogy merték ezt elmondani, hogy van valódi infláció is a műinfláció mellett, hogy a 22%, na az már úgy egész reális, 22%, 20-30%-os, vagy 50%-os és műinflációk vannak mindenfelé a boltokban, hogy hallom jobbról-balról, meg kollégáktól is, meg stb. Azt mondja, hogy nézzük a CNBC-n, mik jöttek. Ja, első kör, ott ezt nem is ide kellett volna tenni. Tök mindegy, érdekesítek, mellék szála a fegyverrel elkövetett gyilkosságok, 25 éves csúcson vannak, itt a pandémia előtt akkorra kerültek. Az a lényeg, hogy 19 ezer embert öltek meg 2020-ba fegyverrel, azelőtt meg 14 ezer az USA-ba, az USA-ról beszélünk, mert én még emlékszek rá, hogy valami hol lehet, a Spektrumon volt erről még, vagy 10 éve, 15 éve valami dokumentumfilm, amiben mondták, hogy USA-ba fegyverrel elkövetett gyilkosságok száma 11 ezer, az Angliában meg 110. Tehát ugyebár 100-szor annyi, csak azért, mert hogy mindenkinek lehet fegyver az USA-ba. De ha úgy veszük, még nem olyan mindig, de olyan irgalmatlan, hogy minden második embert lelőnek az USA-ba, mert 100 ezer emberből 26-ot lőnek le, azt, hogyha 26-tal leosztom a 100 ezer, 4 ezer emberből egy. Kb. Akit fegyverrel megölnek. Jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy piaci hírek. A kiskereskedők kapitulálnak már. Oké, de még mindig a korai stádiumban vagyunk, mondja a Bank of America. Szantóli, a hétfői piaci csökkenés után a befektetők annak a jeleire várnak, hogy mikor lesz már, mikor érje el a piac az alját.
Következő Cathie Wood mondja, hogy a gazdasági mutatók már visítanak, hogy az USA központi bankja emeli a kamat lábart, hogy bár jön itt a válság. Recesszió, legalábbis stagfláció, azt mondja, hogy következő. Ja, igen, a fogyasztói árindex, majd mindjárt kitérünk arra is. Hol lesz? Ezután lesz? Ah, ezután van, jó, majd utána mutatom. Hát, vagy itt térjünk át rá oda, és akkor majd visszajövök. Fogyasztói árindex kijött, és 8,3% lett, 8,1-re várták, 8,3 lett. Hát még mindig kisebb, mint az előző hónapban bemondott 8,6%. Na szép, írja itt, hogy azért Luna nőtt 133%-ot az elmúlt 4 órában, jó, csak 90%-os csökkenés után felment kemény 2 dollárra a kb. Semmiből, 1 dollárról. Jó, úgyhogy az infláció a 8,3 valamennyi csökken, de nem olyan nagyot. Azt mondja, hogy visszatérve. És akkor, ha azt próbálják mutatni, hogy áprilisban, hogy már márciusban elérte a plafonját, és akkor most valamennyit csökkent, de nem hoztak akkora nagyon nagy mesét, hogy tényleg lecsökkent 8,1%-ra, vagy még alá. Még nem mertek ekkorát hazudni, de egy kicsit már alámantak most is. 8,3 ugyebár, és akkor itt a híradóban az előbb volt, hogy 22%-os az per kb, amit az emberek érzékelnek, egy kb annyi a valódi infláció. Tovább, igen, az amerikai a kétharmada, a 60-70%-a már egyik fizetésről a másikra él. Tovább, Elerián is mondja, hogy az USA közelít ahhoz, hogy megélhetési krízisválság legyen, miután egyre keményebbek az inflációs adatok. Jim Cramer azt mondja, hogy meg kell vásárolni beszakadt technológiai részvényeket. Tovább a Coinbase-nek nem voltak jók az adatai, 23%-kal kevesebb nyeresége volt, mint tervezték, úgyhogy csökkent is a részvényének az ára. Grayscale azt mondja az USA tőzsde felügyeletének, hogyha engednék már végre nekik, hogy ETF, rendes Bitcoin ETF is legyen, lehetne az USA, meg ETF-et tudnának alakulni, akkor 8 billiót tudnának. Hát úgymond odaadni, hát mindegy, a befektetőknek. Mindenki jó járnak, csak hát ezt nem akarják egyáltalán engedni. És akkor a Bitcoin, igen, eltörölte a veszteségeket, visszaugrott 30 ezer fölé az inflációs jelentés után. Mert lemen nem is tudom, már nem tudtam annyira, jó, mindegy, valahol ez 20 valamennyi, nem, majd megnézzük, hogy mennyire esett le. De most per pillanat megint 30 fölött van. Milyen videók jöttek ki a CNBC-n? Tak, 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 azt mondja, hogy igen, a bitcoin eladása szükséges volt a hosszú távú, a hodlerek számára, akik hosszú távon tartják. Utána bitcoin 30 ezeret megközelítette, jó, 53%-kal van a plafon alatt, de ez még tegnapról, nem tudom, most kavarodnak itt az időben, nem tudja időbe helyezni. Jó, hát itt a Lunáról beszélnek, arról lesz az egész hírdónak az eleje. A kripto helyreállása más 2022 második felében megkérdőjelezhető, valaki azt mondja itt a Polisánytól. Jó, és akkor nézzük is a mai nap híreit. A fő hír az ez lesz, hogy tyű, hát erre mit mutassak? Hát kb. Így. Jó. Ebből csak lesz kezdőkép, azt mondja, hogy jó csúnya lehettem, nem olyan, ha visszanézzük. Azt mondja, amikor csinálom a kezdőképet. Az altcoin mészárlás napja, a Luna beszakadása halálra rémítette az egész piacot. Úgyhogy minden szakadt, mint az állat. Csak gyorsan itt a híradóba is egy végigpörgetés erejéig. A Bitcoin 2% mínuszban, 2,5 bát, még pluszban is volt, mert úgy kb. Nullán plusz-minusz 2-3%-ba tartja magát. Lejött itt, azt mondja, hogy meddig jött le. Ó, 29 ezerre lesejött, 29 ezer 11-nél már megfordult. De emellett, hogy a Bitcoin 2%-ba, a minden más 10-20-30%, az összes minden vörösben, összes altcoin beszakadt. Mindenhol annyira megijedtek, hogy a Luna miatt minden mást is eladtak. Pedig hát egy kriptó a 20 ezerből
Na mindegy, azt mondja, hogy visszatérve, igen. Ja, kb. Nullára szakadt a Luna, dók van, mondja mindenkinek, hogy maradjon erős, hát majd meglátjuk, hogy vissza tudják-e hozni, mert megint erősödik vissza az UST, csak hát a Lunának beszakadt az ára sehova. Azt mondja, hogy egyszer, másodszor, igen, a Luna leszakította magával a teljes kriptogazdaságot, és akkor nézzük a részleteket, itt 44-84 írta, itt részletesen, hogy ez egy koordinált támadás volt, amit a Luna ellen hajtottak végre, úgyhogy itt is úgy, még lehet, hogy nagy pénzesek benne vannak a háttérben, hogy direkt ilyenkor támadták, itt részletesen, hogy minden egyéb, vagy ami negyedik medencét próbáltak pont felállítani, és akkor azon lett volna a sok tőke, itt a fedezet meg minden, pont most akarták beindítani, és akkor közben ezt tudták, ezt a háttérbe ilyen, fú, felvettek 1 millió dollárt UST-be, meg ja, 1 billiót UST-be, meg 3 billiót bitcoinba, és vettek Terralunát, meg mindent, és mindent elkezdtek egyszerre koordináltan szakítani, hogy meg se tudják védeni a rendszere a Terralunának, azt se tudja kivédeni, úgyhogy ez egy koordinált, megszervezett támadás volt, amivel betolták a föld alá a Lunának az árát, sajnos. Inkább ezt kéne kinyomoznia az USA tőzsde felügyeletének, na mindegy. Mint hogy csak pénzt harácsol mindenkitől. Azt mondja, jó, hát Terraluna pénztár szállt itt, mert értelmetlen megnézni, úgy se lesz rajta semmi. Persze, hogy nincs rajta semmi. Tovább dók van, itt mondja az embereknek, hogy így, meg úgy, hogy jaj, hát mindenféle lépéseket megtesznek, majd herreáll az egész rendszer, úgyhogy meglátjuk. Hát már valamennyire jövöget vissza, de az UST az na már mindjárt 0,7-en lesz megint. Ugye egészül összekapta magát, fú, hogy 0,2-ig beszakadt, hogyha úristen. 0,22-ig az 1 dollárról. De hát a Luna rovására, ugyebár mert a Lunával, akkor azt váltják át, abból vesztek vissza UST-t, hogy a Luna az úgy beszakadt, hogy ez egy 2 dolláron van a Luna. A 100-ról, mint azért még egy héttel ezelőtt volt, vagy 70-80-on, vagy ilyesmi. Most meg 2, úgyhogy brutális szakadás volt itt. Na jó, visszatérve azt mondja, hogy nem is itt voltam, hol a fenébe vagyok. Itt vagyok, igen, Dókva mondja, ja, jó lesz ez, majd még helyreáll meg minden. Hát olyan szempontból, hogy azért Luna az szakadt más, tavaly is volt nagy szakadás benne, ott is leesett itt megint vagy 4 dollárra, ott én is ott még el is adtam, aztán csak visszavettem, vagy ezért 3-4 dollár környékén a Lunát, aztán felment 100-ig is, meg minden, végülis már ez is ingyen ment, mert profitokból kiszedegettem, visszahoztam magát, csak hát átforgattam másokba, azok meg már most beszakadtak. Úgyhogy most ilyen gatyán néz ki a Luna. Azért ez brutális szakadás volt, kíváncsi leszek, hogy tudja összekapni magát. Az UST végig is ez a lényeg az egésznek. Az UST az helyre tud állni 1 dollárra. Na jó, most már tényleg visszahaladjunk tovább. Azt mondja, hogy itt szintén látszik, Terra USD itt is volt, tavaly májusban, de akkor kisebb szakadásokat csak 0,95-re jött le az UST-nek az ára, és utána vissza is korrigált. Most meg ahhoz képest azért brutál szakadás volt. Ez még nem is mutatja végig rendesen, mert csak 0,6-ot mutat, ha ráfrissek, akkor se fogja 0,2-t. Itt CoinMarketCap-en csak itt néha-néha vannak adatok, ez nem mutat mindent. Na, itt már kisebbe egy naposban mutatja, de összességében nem mutatja még csak 0,69-et. Na jó, mondjuk most, hogy 0,69 körül vagyunk már megint. Úgyhogy Luna az megszivatta az egész kriptopiacot ma. Tovább, és akkor ezért Janet jelenék, meg nyomják, hogy... Jaj, próbálnak itt még tovább ijeszgetni, hogy jaj, a stabil kriptóra, ha mindenki ki fogja venni minden stabil kriptóját, mindenbe fog szakadni, meg Erasmus, hát közelében nem járunk, hát UST, meg ilyenek, azok simán tartják az értéküket, úgyhogy attól nem kell aggódni, a Luna egyetlen egy, ami ugye már nagyon komoly volt, hát a 7. 8. hely, vagy hol volt a top 10-be, az mégis így összeakadt, nagyon hát koordinált támadás, de akkor is ezt azért, hogy tudták így megcsinálni, hogy ilyet nem bírt kiállni. Úgyhogy ezek vannak, akkor hiába mondogatták itt, hogy bitcoin felezett meg így, meg úgy, meg amúgy, hát nem sok semmire volt elég. És akkor igen, UST-nek a fiaskóját emlegetik itt, úgyhogy nem lenne már gond, hogyha hoznának valami kriptotörvényt, nem ezért 2 év alatt hoznák meg az első törvényeket. Na jó, nézzük tovább, van itt jó hír is, mert az egyik legnagyobb gyémánt előállító a De Beers, blokklánc alapra fogja tenni a gyémántokat, mert hogy máshogy azt mondják, hogy a platformnak a neve a Traceless Trots R1-be, így
megmásíthatatlan, hamisíthatatlan adatokat láthatnak a gyémánt piacról, és ezzel a maga biztosságát a gyémánt fektetőknek meg tudják növelni, mert mondják, hogy egy gyémántipart azzal vádolják, hogy nagyon sok az illegális gyémánt össze-vissza nem tudják lekövetni a piacon, hogy változnak az árak, és ha újra el is mételték, hogy a részvényeseknek a magabiztosságát akarják növelni, akik gyémántba fektetnek, és ezzel a technológiai lépéssel tudják csak elérni a kívánalmakat, amit szeretnének a gyémántba fektetők, hogy át lehessen már látni, ne lehessen már hamisítani, ugye hamisíthatatlan, átlátható. A blokkláncoknak ez a két legfontosabb tulajdonsága, hogy átláthatók és hamisíthatatlanok. Na ez nincs meg a gyémánt piacon, meg sehol a hagyományos piacokon, és akkor itt meg is menti a gyémánt piacot a blokklánc, vagyis a blokkláncok. Jó, nézzük tovább. Három dolog tartja vissza az egész világpiacot. A kötvény hozamok is csökkennek, a lezárások Kínába, meg a háború. Ugyebár, hát ezek minden naposak, ez mindig van mondva. Tovább. Most amúgy csak főcímekkel megyek, mert annyira lefárasztott az egész nap engem is, meg hú, hogy minden volt ma. Azt mondja, hogy tovább Ukrajnába új adománygyűjtő platform, kriptót is elfogadnak, ami ebbe az érdekesség, most újítás, hogy három fő területbe lehet majd adományozni, védelembe, humanitárius és orvosi segítségekbe, illetve újraépítés, Ukrajna újraépítési alapjába. És az emberek, meg a szervezetek, akik adományozni szeretnének, azok fogják eldönteni, ők választhatják ki, hogy a háromból melyik irányba akarnak adományozni, és akkor arra fogják költeni a pénzeket. Tovább a mexikói kriptotőzsde, a Bicó el fog indítani a stabil kamatos programját, stabil kriptóval, meg bitcoinnal, hát most már biztos, hogy nem Lunával, nagy valószínűséggel, de hát a többik azok még tényleg stabilak azért. Oké, tovább az Egyesült Királyság támogatni akarja a kriptók elfogadását, vagy befogadását, több hatalmat akarnak adni, hogy el tudják kobozni is, meg hogy vissza is tudják adni a kriptókat azoknak, akiktől ellopták. Mintha ilyen irányba tervezgetnek az Egyesült Királyságba. Tovább Putyin megköveteli, hogy a választási jelölteknek, aki parlamentbe akar tartozni, vagy kormányzati szervekhez, azoknak le kell jelenteniük minden kriptójukat, amit az országon kívül tartanak, azt is. Hát ezt már tavaly is hozta ezt a hírt. Tovább KuCoin 150 millió dollárral támogatták, most már 10 billió dolláros az értéke a KuCoinnak. Következő, az NFT piacok is 42%-kal csökkentek az NFT eladások a múlt héthez képest. Erről is hatással volt a piaci szakadásnak. És a végére nigériai központi bankok digitális pénzének a pénztárcája, már ott lehet meg közlemi számlákat fizetni, meg minden egyéb, hát próbálják átcsábítani vissza a fosztogató pénzügyi rendszerbe az embereket. Kriptónak álcázva. Ennyi volt a hírekben, szörnyű egy napunk van, megyek tovább, és akkor nézzük a piaci áttekintést addig is. Sziasztok!